gyerekek! Jó, hogy itt vagytok, ma boszorkánykodni fogunk! Fritz Bratz! Bibi Blocksberg eljött ma hozzá, ez a csimbalán boszorkán, aki több száz trükköt ismer, és egy igazi komiszlán. Bibi Blocksberg, te kis boszorkán, mikor rossz vagy, az is jó. A sok apró csintevésed, tünemény csoda szép ragyogó. Jöjj el, há, Bibi Blocksberg, sok jót hoz rá. Bibi Blocksberg, rég várunk rá. Bibi Blocksberg, nincsen hozzá hasonló. A furcsa boszorka. Cica-mica, megijesztettelek? Szia, Bibi! Te meg mit keresel itt? Hadd mutassalak be! Ez itt Ferdinánd! Jó napot, Ficsor úr! Csak meg akartam cirógatni a cicát. Hogy nincs a polgármesteri hivatalban? Csak később megyek be, meglátogatom a nagynénémet. Itt lakik a három macskájával. Pauli, de jó, hogy átjöttél! Szervusz, Gertrud néni! Ő Bibi Blocksberg. Jó napot! Szervusz, Bibi Blocksberg! Blocksberg? Milyen szokatlan név! Biztos te vagy Bernard lánya! Bibi a kis boszorkány! Az vagyok! Ismeri az apámat? De még mennyire! Én voltam édesapád matek tanára az általánosban! Ó, maga Myers asszony! Apa nagyon sokat mesélt magáról, nagyon szerette magát! De jó, ennek úgy örülök. Na, ugye finom, Ferdinánd? Igen. Ez itt Anna. Egy kicsit félénk. Ez pedig a kis Lizájé. Ő valahova elkószált. Ó, jaj! Nekem sem kéne elkószálnom. Oda kell érnem a boszi iskolába. Abrakadabra fel, almás pita repíts el, fritz-prac! Viszlát! Szervusz! Na hát, még ilyet? A legszebb utca idén Óváros nyerte el. Az én utcám is megnyerhette volna a címet. Ha a szomszédház nem lenne ilyen ronda. Abrakadabra, macskakarom? Jaj, nem. Abrakadabra, csirkeláb? Valami állat volt benne, az biztos. Ez nem elég jó, Bibi. Anyád a héten a déli sarkra repült egy boszorkány kongresszusra, hogy fejlessze a képességeit. Te meg ilyen lusta vagy! Abrakadabra, tyúklepény, a forró tea megfagy és kőkemény prisprac! Na látod? Abrakadabra, gomba, varázslat, visszabomba, prisprac! Látod, Bibi? Az ellentét bőbályok nagyon hasznosak lehetnek. Tanulj szépen még egy órán át, aztán hazamehetsz. Holnapra meg kell tanulnod ezeket a bőbályokat. Ó, soha sem fog menni. Mi? Hol? Ki? Tessék? Sit! Tűnés innen! Menj innen! Hepsi! Jaj, ne! Megint kezdődik! A macskaszőr az allergiám! Ebből elég! Nem tűröm meg tovább a szomszédban ezt a vén matek tanárt és a réves négylábú barátait! Köszönöm, fiacskám, nagyon kedves vagy! Myers asszony! Egészségére! Tűnjön el innen a rémséges állataival együtt! Földig romboltatom ezt a macskaszőrös kóceráit! Holnap kora reggel!
Ezt nem teheti. Na de polgármester úr. Semmi de, ficsor. Egy órán belül várom a irodában. Megőrülök ettől a sok buta tanulástól. Ez lehet Myers asszony harmadik macskája. Ajaj! Hopp, stop! Fitzprat! Ez meg mi volt? Bibi Blocksberg! Na megállj! Ezt megkeserülöd! Jaj, ez a te kis butuska macska! Köszönöm, Bibi Blocksberg! Nagyon szívesen! Most haza kell mennem! Meg kell tanulnom a bűbájleckémet! Viszlát! Szia! Szerencse, hogy a kis barátod tud varázsolni, Paul. Igen, jó lenne tudni varázsolni. Ez az! Megvan! Most mennem kell. Később átjövök. Szia! Szervusz! Igen, korán reggel? Ne, ma ház a város tulajdona. Az önök, hogy elhelyezzük az új lakóparkban, nem lesz semmi gond. Meg is van. Ennyit a házbontásról. Hamarosan azt hiszem elmegy tőle a kedve. A posta, polgármester úr. Igen, köszönöm. Nézd, Ficsor. Ne vegye annyira magára ezt a ház dolgot. Találunk egy helyet, ahova a nagynénje költözhet. De nem csak a nagynénémről van szó. Lakik ott egy kegyetlen, vén boszorkány is. Igen. Úgyhogy nem bontathatja le a házat. Túlságosan veszélyes lenne. Ostobaság! Minden itt van a levélben. Természetesen nincs aláírva. De azt hiszem, tudom, ki áll a dolog mögött. Tudja? Ó, igen. Bibi Blocksberg. De nem hagyom magam. Nem állít meg az a szemtelen kis boszorka. Bibi! Ide jönnél, kérlek? Igen, apa, megyek! Ha? Polgármester úr! Bibi, ma reggel a polgármester házánál voltál és varázsoltál. Igaz ez? Igen. Nagyon sajnálom, hogy beverte a fejét. Komolyan. Az semmiség. Nem az a lényeg. Belopoztál a szomszédházba, és szemtelen leveleket írogatsz. Itt az áll, hogy... Aki a ház közelébe jön, azt elátkozom. Nem erészelj engem elvarázsolni. De azt nem én írtam. Még hazudsz is. Láttalak, és tudsz varázsolni. Nem én írtam azt a levelet. Bibi, menj a szobádba, később még beszélünk. Tényleg nem én írtam. Polgármester úr, megígérem, hogy Bibi nem fogja többé zavarni. Akkor rendben vagyunk, nagyszerű. Nos tehát, viszont látásra, Blocksberg úr, és kellemes napot! Meglepődtél, igaz? Tudod, Ferdinánd, nem adom fel ilyen könnyen. Így mi? A polgármester! Holnap reggel ez a ronda doboz már a múlté lesz. Na és holnap ennek is vége lesz, végre. Azt még meglátjuk. Bibi, hidd el, én sem rajongok a polgármesterünkért. De megígérted nekem, hogy nem csinálsz semmi butaságot, amíg anya azon a boszorkány tréningen van. Igen, igen, tudom. De nem én írtam azt a levelet. Akkor semmi baj, Bibi. Én hiszek neked. Ha viszont mégis te írtad, akkor fejezd be, kérlek. Jó ét. Jó ét. Apa egyáltalán nem hisz nekem. Az a buta polgármester. Hogy merészeli?
Vagy talán mégis él a házban egy boszorkány. Kiderítem. Holnap reggel oda repülök. Nagyon sajnálom, Myers asszony. Mi csak a munkánkat végezzük. És azt, amit a polgármester mond. Na, itt az első doboz. Nem sokára itt lesz a kollégám, aki elviszi magát az új lakásába, az új építésű lakóparkba. Persze, persze. Nyugodtan, tegyenek csak az utcára. De ezt megkeserülik. A házban egy boszorka lakik. És vele jobb, ha nem húznak ujjat. Ki akar engem elűzni innen? Jaj, milyen az orra? Ijesztő hangja van. Hát, igaz, egy boszorka. Pauli, Pauli. Szuper. Hát, Derik, ez így nem megy. Ki kell hoznod a vén boszorkát a házból. Én azt nem próbálnám meg. Remélem, menni fog. Egy lépés se tovább! Most mi lesz? Haj, menjen már be! Menj már! Ha nagyon muszáj... Segítség! Segítség! Valaki segítség! Nyugalom, Derik! Na, emelj! Kint is vagy! Én figyelmeztettem. És ez csak a kezdet volt. Meglátjátok, mi lesz még itt. Mindenkit elvarázsolok. Állj! Bibi? Ficsor úr. Pszt, csendben kell lennünk. A polgármester el akarja bontani a házat. Boszorkánynak öltöztem, hogy elijesszem a munkásokat. Már értem. Ez a polgármester. Micsoda galátság. Beleestél a lyukba. Láttad volna az arcodat. Annyira vicces volt. Jaj, ne. Még mindig itt vannak. Ez mégsem sikerült. Akkor majd én varázsolok. Segítség! Most meg mi történik? Ilyet még nem láttam. Ez varázslat. Ezt nem hiszem el. Ez nekem már túl sok. Gyertek, tűnjünk innen. Na, jó, menjünk. Ez az elmentek! Elmentek! Legyőztük őket! Ti aztán boszorkányos pár vagytok. Gondoltam, hogy az egész mögött te állsz. Köszönöm, gyermekem, nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Na, rohanok is vissza a városházára. Én meg megyek varázslás órára. Holnap reggel megint eljövök ide. Ez igazán kedves, de ne gyere túl későn. Ha jól megy a városnak, ki gondolta volna ezt? Gazdag vagyok. Vagyis a város gazdag. Polgármester úr. Már be is fejezték a ház lebontását? Ilyen gyorsan? Nem, a ház továbbra is áll. Volt ott egy... volt egy furcsa személy. Csak nem egy boszorkány? Maga tud erről? Persze, hogy tudok a boszorkányról. Bibi Blocksberg. Na megállj, ezt nem úszod meg szárazon. Na, Bibi, és most keményből puhát csinálunk. Mehet? Hogy is volt a varázslat? Megvan, abrakadabra óriás márna, kemény fából puha párna. Pricprac! Látod? Megy ez neked. Csak gyakorolnod kell. Megmondom, melyik fejezeteket kell még megtanulnod. De hol van a varázskönyvem? Várjunk csak. Abrakadabra statiszta, kemény kőből látészta. Pricprac! Itt kell lennie. Na, igen, ezt kerestem. Megpuhítottad a kemény falat.
Igen, így van. Az ellentét bűbályok nagyon erősek. Olvashatsz róluk a tankönyv 19. és 23. fejezeteiben. Megtanulom. Már azt is tudom, hogy mire fogom majd használni. Nagyból kicsit, keményből puhát, és vastagból vékonyat. Ez menni fog. Abrakadabra repülni király, almás pite szépen leszáll, pricprac. Mind gyakoroljak. A fészer. Először egy szélesből keskeny bűbáj. Abrakadabra füstifecske, az ablak legyen nagyon keskeny, pricprac. Talán mégsem a füstifecske a jó. Jobb, ha újra megnézem a könyvben. Abrakadabra izibe, varázslókönyv, repülj ide, pricprac. Itt is van. Hogy mondja, biztos úr, a polgármester küldte, de hát tegnap este ő is itt járt. Új helyzet állt elő. Házbontási munkálatok megakadályozása, hivatalos személyek ijesztgetése, és egy bőrönd repülő tárgynak való illegális használata. Igen, ez tényleg úgy hangzik, mintha Bibi lenne. Most a nagyból kicsit bűbáj. Hol van már? Hűha! Talán abrakadabra világökre fajta, te most menj össze, pricprac! Ó, jaj, ne! Most megint mit rontottam el? Köszönöm az együttműködést. Akkor számíthatok önre? Természetesen, biztos úr. Nincs több őrült varázslás, ezt megígérhetem. Hé, állj már meg! Ez meg mi a bánat? Gyere vissza! Vagyis van egy kérdésem. Egy utolsó kérdésem. A polgármester ugye nem fog feljelentést tenni ellenünk. Ha Bibi holnap nem megy oda a házhoz, akkor nem. Jó. Akkor viszontlátásra. Viszontlátásra, Blocksberg úr. Szuper. Végre kezd kifáradni. Nem tartott sokáig a varázslat. Ezt a mázlit. Minden újra rendben van. Nem, semmi sincs rendben. Ó, szia, apa. Most a rendőrség járt itt miattad. Ó. Ezek az ostoba gyerekes varázslatok. Ezek nem gyerekesek. Segíteni jó. Te is mindig ezt szoktad mondani. Kinek segítesz? Myers asszonynak, a régi tanárodnak. Myers asszony. A polgármester ma le akarta rombolni a házát. Na hát, ez tényleg nem járja. Tennünk kellene ellene valamit. A közelmúltban megmentettek egy öreg házat. Igen, Óvárosban. A tegnapi újságban olvastam. Megvan. Hallgass csak, Bibi. Az épület elhagyatott volt, mondta Óváros polgármestere. De most a város égköve. Az egész utcában javult az életminőség. Ez az utca lesz az év legszebb utcája az idén. Ó, ez majdnem olyan, mint Myers asszony háza. A házat Óvárosban a híres építész Fényes Érme Izidor építette. Ha valahol, mintha már olvastam volna róla. Tessék! Az építészet történeti könyvek. Az újságcikkeket holnapra kikeresem magának az archívumból. Nagyon köszönöm. Köszönöm a segítségét. Viszlát holnap. Viszlát holnap. Vigyázzunk az állatbűbályokkal. A ruha ríme. Legyen ruca, de soha kutya. Fényes Érme Izidor. Ezt nem is tudtam.
Na, uraim, pörgessük fel a dolgokat. Jó van, srácok, húzzatok bele. Bibi mindjárt itt lesz. Na, te vagy a soros. De miért én? Te vagy a kisegítő. Azt már nem. Nem merek tovább menni. Túl veszélyes. Gyáva nyulak, ez hihetetlen. Ha? Parancsoljanak, nyitva az ajtó. Rajta, fiúk, kezdjük el kitakarítani a házat. Már is fölök. Vajon hol lehet már, Bibi? Én sem tudom, mi történhetett Gertrud néni. Jaj! Ó, ne! Elaludtam! Nem csörgött az ébresztő. Ó, a csodába! Apa! Apa! Apa meg hová lett? Nem számít. Indulás, almás pite. Nagyon kell sietnünk. Na! Vesztettünk. Micsoda, mázli. Még nincs túl késő. Melyik bűbájt válasszam? Megvan. Abrakadabra, kis király. Ajtó bezár, keskenyre vált. Pricprac. Ez az utolsó doboz. Ezt nem hiszem el. Varázslat. Kövesse egy másik varázslat. Abrakadabra mérges gomba, bűbáj visszavonva. Abrakadabra mi kell még? Legyen a járda tükörjég. Pricprac. Tűnjünk el innen. Nagyon jók ezek az új varázslatok. Bibi, végre itt vagy. Már annyira vártalak. Aha, már értem. Már megint te? Gondoskodom róla, hogy többé ne tudj hadonászni. Lebontani a házat most, azonnal. Jól van, uram. Rajta, emberek, hozzuk a romboló golyót és a darut. Állj, itt semmi sem fog ledőlni. Maga meg mit keres itt? Apa! Polgármester úr, hallott már fényes érme Izidorról, mondja? Az építészről? Persze, újváros tiszteletbeli polgára. Pontosan. És ebben a régi újságban az áll, hogy minden háza műemléknek számít, és nem lehet őket lebontani. Na, jól van, jól van. És? Egy pillanat. Myers asszony háza egy fényes érme ház. Tényleg? Egy eredeti fényes érme. A felújítása az egész utcának jó lenne. Ó, igen. Különösen az én házam. De mi lesz a macskákkal? Allergiás vagyok a szőrükre. Megoldjuk. Ültetünk egy macskasövényt. Úgy egy macska se fog átmenni a kertjébe. Macskasövényt? Egyáltalán van olyan? Mindegy. Nem romboljuk le a házat, hanem szépen felújítjuk. Természetesen Myers asszony továbbra is itt élhet. Ó, köszönöm. Ürítsék ki a költöztető furgont. Ez egyszerűen... fantasztikus. Annyira izgulok. Vajon hogy fog kinézni a házam? Ebben segíthetek önnek. De alaposan nézze meg, mert a varázslat nem tart sokáig. Abrakadabra, otthon és utcán, hogy fogsz kinézni a munka után? Pricprac! Ó, ez csodaszép lesz! Ügyes bűbáj volt, Bibi. Igazi ékszerdoboz, Gertrud néni. Olyan boldog vagyok. Nagyon ügyes. Ficsor, ügyelj rá, hogy a fényes érmeházunk pont így nézzen ki a munkálatok után. Ne felejts el a macskasövényt. Nagyszerű, polgármester úr. És szóljon az újságnak is. Legközelebb a miénk lesz a legszebb utcáért járó díj. Ahogy óhajtja, polgármester úr. Akkor minden rendben van. Igen, de szeretném külön megköszönni. Főleg neked, Bibi. Csillagot érdemelsz ezért. Örülök, hogy segíthettem. Ezt a gyöngyszemet. Na hát! Közreműködtek
Molnár Ilona, Bódi Gergő, Halász Aranka, Forgács Gábor, Szabó Éva, Bartuc Attila, Molnár Levente, Cseszták Szabolcs, Takácsi Péter, Perlaki István. Magyar szöveg Lovász Ágnes, hangmérnök Johannis Vilmos, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Szombati Kis Beáta. A szinkront a Minimax megbízásából a Subway Stúdió készítette. Produkciós vezető Kicska László.